A naprendszer története a mi történetünk is egyben. De vajon mennyire ismerjük saját kozmikus gyökereinket? Ha tudni akarjuk, hol járunk most, meg kell értenünk, hogyan kezdődött minden. Döbbenetes új bizonyítékok mutatnak afelé, hogy szinte mindent át kell gondolnunk, amit eddig bolygónk és környezetének születéséről hittünk. Nem olyan egyszerű a képlet, hogy kezdetben volt 8 bolygó, és ma is ugyanezek keringenek a nap körül. Bármi, ami arra ösztökél, hogy új nézeteket fogadjunk be, mérható változásokat indít be az eredet történetünk vonatkozásában. Igaz, hogy a valaha létezett egyik legnagyobb csillag adott életet a napnak. Elképzelhető, hogy a mi rendszerünkben egykor 2 csillag ragyogott. És réges-régen talán óriás bolygók keringtek a Föld pályáján. Egyes planéták minden bizonnyal kilökődtek a naprendszerből, mások meg egyszerűen beleszágoldottak a napba. Ez tehát a naprendszer keletkezésének vadonatúj változata, mely átírja tágabb otthonunk történelmét. A világűr rétegei. A naprendszer őskora. Napjainkban a szakértők világszerte egy igen jelentős tudományos probléma megoldásán munkálkodnak. A naprendszer keletkezéséről felállított legteljesebb elméletekben valami nem stimmel. A naprendszer múltjának megismerése nem más, mint a mi saját eredet történetünk. Azért lehetünk ma itt, ezen a bolygón, mert az valamikor létrejött a csillagrendszerünket felépítő nyersanyagokból. A kutatók évtizedek óta tudják, hogy a nap és a bolygók ugyanabból a gáz- és porfelhőből keletkeztek, mely a gravitáció hatására zuhant össze 4,5 milliárd évvel ezelőtt. Ám mindehhez szükség volt még valamire, egy mozgatórugóra. A felhőnek valahogy össze kellett omolnia, valaminek hatnia kellett rá, bizonyos részein növelni a sűrűséget, hogy a gravitáció végezhesse a dolgát. Így kezdődött a nap és a planéták formálódása. Az ilyesmi nem következik be csak úgy. Mindig kell hozzá egy lökés. A hagyományos elmélet szerint ez a lökés egy felrobbanó csillag, egy szupernóva volt. Az esemény során az anyag lökés hullámszerűen áramlott szerte szét az űrben. A hullám a közeli gáz- és porfelhőt is elérte, amely ennek hatására összeomlott. Egy új csillag kelt életre, a mi napunk. A körülötte kavargó gázok és szilárd részecskék pedig lassan bolygókká álltak össze. Megszületett a naprendszer. A nap formálódásáról szóló jól ismert elmélet az, hogy egy gázfelhővel indult minden. Egy közeli csillag felrobbant és szupernova lett belőle. Az ekkor keletkező hullám telibe kapta a felhőt, az összezuhant és kialakította a napot. A szupernóva évtizedeken át szerepelt az elméletekben, mint kiváltó ok. A nemrég felbukkanó új bizonyítékok miatt azonban újra kell gondolni ezt a feltevést. A kaliforniai egyetemen Ed Young a szupernóva teóriát alátámasztó sziklaszilárd érvek után kutat. Ehhez a Földön előforduló legritkább kőzeteket, a nappal egyidős meteoritokat tanulmányozza. Előveszem ezt a meteoritot, mely 1960-ban zuhant le Ausztrália területén. Nagyjából 4,5 milliárd éves, vagyis ugyanolyan idős lehet, mint a mi naprendszerünk. Ed különböző vegyületeket keres ezekben az ősi kőzetekben. A kémiai anyagok igazolhatják, hogy egy szupernova robbanás indította be a naprendszer keletkezését. Ha valóban egy szupernova áll a csillagrendszerünk formálódásának hátterében, akkor ez a kődarab biztosan tartalmaz olyan anyagokat, melyek abból a csillagból lökődtek ki a robbanás pillanatában. Amikor egy szupernova felrobban, sugárzás terjed szét minden irányba. Ezek a sugarak mindenbe beleívódnak, amivel csak találkoznak. Ott hagyják rajtuk az új lenyomatukat. Ed egy olyan anyag jelenlétét keresi, mely nagy mennyiségben fordul elő a szupernovák keltette lökéshullámokban. Ez a Vas-60.
Ezzel a szerkezettel egészen precízen meghatározhatjuk, milyen elemek alkotják ezt a meteoritot. Ha a Vas 60 nyomára bukkanunk, az megerősíti a szupernova robbanás elméletét, mivel ilyen esemény során rengeteg Vas 60 kerül az űrbe. A munkatársak előkészítik a mintát. Porrá őrlik a meteoritot, kiszabadítva azokat a részecskéket, melyek évmilliárdok óta a kő fogságában léteztek. A port savban oldják fel, majd a műszerbe helyezik, hogy kiderüljön a messziről érkezett kőzetdarab pontos vegyi összetétele. A berendezés igen magas hőmérsékletre hevíti a mintát, mely így alkotó elemeire bomlik szét. A meteorit anyaga már a tömegspektrométerben van. A gépben található plazma olyan forró, mint a nap felszíne. Ez teszi lehetővé, hogy hatékonyan elemezzük a bekerülő anyagok kémiai felépítését. Néhány perc elteltével az eredmények megjelennek egy képernyőjén. A táblázatok a meteoritban talált anyagok típusát és mennyiségét is tartalmazzák. Vajon mennyit sikerült kimutatni a szupernovákra jellemző Vas 60 izotópból? Ez a vonal azt jelzi, hogy a naprendszer keletkezésének idején viszonylag visszafogott volt a Vas 60 jelenléte. Kevesebb, mint amire számítottunk. Az eredmény meglepő, és nem erősíti meg a szupernova elméletet. Ez a görbe, amely a Vas 60 mennyiségét mutatja, jóval alacsonyabb, mint amire korábban gondoltunk. Ez pedig szembe megy azzal a feltevéssel, mely szerint egy közeli szupernova robbanás indította be a naprendszer keletkezéséhez vezető folyamatokat. Ed eredményei azt sugallják, hogy talán mégsem egy felrobbanó csillagnak köszönhetjük a naprendszert. Ha a szupernova váltotta ki a napszületését, akkor sok Vas 60 izotópot kellene kimutatnunk, de nem így történt, és ez érdekes. De ha nem a robbanáskor fellépő erős lökéshullám volt a kiváltó ok, akkor micsoda? Most már tudjuk, nem a Vas 60 a jellemző elem. Át kell tekinteni, milyen más izotópokat találunk, melyek jelen lehettek a naprendszer életének hajnalán. Ed áttekinti az eredményeket. Azt figyeli, talál-e kiugró, szokatlan értékeket. Hamarosan rábukkan egy ilyen elemre, az alumínium 26-ra. A Vas 60-nal ellentétben az alumínium 26 más módon keletkezik, nincs köze a szupernovákhoz. Ezt az alumínium izotópot általában gigantikus méretű csillagok termelik. Ám csak egy olyan monstrum akad, mely beindíthatja egy egész csillagrendszer keletkezését. Egy óriási Wolf-Rayet csillag, mely 50-szer akkora, mint a nap. Ezek a leghatalmasabb, legfényesebb csillagok az egész univerzumban. Felszínük alatt egy kozmikus vegyi üzem rejtőzik, melyben hidrogénatomok fúzionálnak, hogy nehezebb elemeket, például oxigént és alumíniumot hozzanak létre. A Vas 60 itt nem keletkezik. Ez a kozmikus medence akkora hőt termel, hogy 8 millió kilométeres sebességgel száguldó szelet kelt életre. Ez a szél csapódik a közelben lévő gáz- és porfelhőknek, elsodorva őket a nagy csillag mellől, és sűrű, változatos vegyületeket tartalmazó anyaggá gyúrja össze a több billió kilométeren át tartó út során. Ha nem egy szupernova robbanása omlasztotta be azt a felhőt, melyből a nap képződött, akkor mi történhetett? Elképzelhető, hogy egy nagyon nagy tömegű, fényes csillag tehet mindenről. Az úgynevezett Wolf-Rayet csillagok nagyon erős sugárzást keltenek. Ám az efféle képződmények rendkívül ritkák. A tejút 2 milliárd csillagából mindössze 600 az efféle látványos, túlméretezett égitest. Óriási objektumok, melyek kis hiány szétszaggatják magukat a dühöngő szelekben kavargó, nagy energiájú részecskék által. Egy Wolf-Rayet csillag körül keletkező szél olyan, mintha az égitest lassan felrobbanna. Épp emiatt nem kerül radioaktív vas az űrbe. És így egy ilyen csillag kémiai új lenyomata gyökeresen eltér egy szupernovájétól. Lehetséges, hogy egy Wolf-Rayet csillag tomboló szele indította be a naprendszer keletkezésének folyamatát? Ez az elmélet számos kérdésre választ adna, ám akad egy jelentős probléma. A csillagoknak életet adó gázfelhők általában kimondottan hidegek.
Ezzel szemben a Wolf-Rayet csillagok és a felszínükről szerte szétáramló szelek perzselően forrók. Jóval melegebbek annál, mint amely egy napszerű csillag keletkezéséhez kell. Lehet, hogy a vegyi anyagokban gazdag külső burok rejti a megoldás kulcsát? A Chicagói Egyetemen Vikram Dorkadas asztrofizikus ezt a témakört tárja fel. Tagja annak a csapatnak, mely számítógépes szimulációk révén próbál belesni az óriás csillagok mélyére. A naprendszer nem jöhetett létre egy ilyen csillag közvetlen közelében, mert túl nagy lett volna a forróság. Maga a Wolf-Rayet csillag egy pont ezen a képen, itt van középen, és mégis akár 15-ször akkora is lehet, mint a mi napunk. Ám ez a terület, amíg a hatása elér, nem kevesebb, mint 10 milliárd nap méretű. Vikram vélekedése szerint a Wolf-Rayet csillagok határzónájának külső peremén minden nyersanyag megtalálható egy csillagrendszer felépítéséhez. Mivel ez a réteg több billió kilométerre van a forró csillagtól, a hőmérséklet is megfelelő lehet a csillagok születéséhez. Ez az animáció a Wolf-Rayet csillag környezetét mutatja be. Itt a sűrűség változását figyelhetjük meg. Belül jóval lazább a szerkezete, míg kívül sokkal koncentráltabb. Ezért nevezzük ezt a részt sűrű héjnak. A kutató meggyőződése, hogy a mi naprendszerünk is egy Wolf-Rayet csillag sűrű, külső kérgében jött világra. Elméletét azzal igazolhatná, ha sikerülne kimutatnia, hogy ez a hűvösebb peremvidék bővelkedik az alumínium 26-os izotóban, melyből nagy mennyiség halmozódott fel az ősi meteoritokban. Ez az alumínium a csillagok középpontjában keletkezik. Azt vizsgáljuk, vajon átvészelheti-e a hosszú utazást, hogy egyszer csak elérkezzen a sűrű héj tartományába. Vikram feltételezése szerint a sérülékeny alumínium 26 atomok az óriás csillagból távozó részecskékhez kötődve élhették túl a kozmikus kirándulást. Tudjuk, hogy por képződik a csillag körül a Wolf-Rayet fázisban. A teóriánk szerint az alumínium ezeket a porszemcséket lovagolja meg. Vikram elképzelése még egészen új, de ha igaznak bizonyul, új teremtés történetet írhat a naprendszernek. A valaha létezett egyik legnagyobb csillag főszereplésével. Egy Wolf-Rayet külső héja elképesztően messzire ér. Átmérője 20 000-szer akkora, mint a naprendszer. A külső réteget lefejtve gáz és por jól elkülöníthető felhője kerül elénk. Itt már érezni a forró csillagszelet, mely a felhőhöz érve addig csapdossa azt, míg összeomlik, forogni kezd és egy korongá lapul össze. A felhő középpontjában annyira megnő a nyomás, hogy új folyamatok indulnak be. A gáz belobban, és megszületik a nap. Nos, így lehelhet életet egy óriás csillag égetően meleg szele ezernyi rendszerbe, melyek egyike történetesen pont a miénk. Ez a teória sútba vág mindent, amit kozmikus születésünk folyamatáról eddig valósnak hittünk. Egészen költői belegondolni, hogy egy ilyen ritka, hatalmas, erős csillag játszott szerepet a mi ős történetünkben. Mindez azt jelenti, hogy különleges helyről származunk. Ne feledjük, a teremtés és a pusztítás sok esetben egy azon érme két oldala. Új kutatások, új bizonyítékok késztetik arra a csillagászokat, hogy átértékeljék a naprendszer születésének körülményeit. Vajon csupán ez az, amit rosszul tudtunk? Lehet, hogy a napnak valamikor ikertestvére is akadt? Talán régen hatalmas kőzetbolygók keringtek a nap körül ott, ahol most a Föld járja a maga útját? A nap uralja bolygórendszerünket. Ott trónol a középpontban, óriási gravitációs vonzásával állandó, stabil pályán tartja a körülötte keringő 8 bolygót. Ám akad itt egy rejtély.
Kutatók megfigyelték, hogy más rendszerekben az égitestek kettő, vagy esetleg még több csillag körül keringenek. Könnyű abba a csapdába esni, hogy az a normális, amit mi tapasztalunk, hogy az a szabály, és nincs kivétel. Ha éjszaka felnézünk az égre, sok csillagot látunk a fejünk felett. Azt már nem érzékeljük, hogy ezek túlnyomó többsége nem egyetlen égitest, hanem kettő, ám olyan közel vannak egymáshoz, hogy nem különül el a fényük. Az égbolt csillagai közül nagyjából 8% kerül olyan közelségbe egyik szomszédjával, hogy egymás körül kezdenek el keringeni. Az ilyen egymásra gravitációs vonzást gyakorló páros nevezzük kettős csillagnak. Kettős csillagok akkor alakulnak ki, amikor két csillag egymás vonzásába kerül. Meglepően gyakori szituációról beszélünk. Ezek a kettős rendszerek nagy segítséget nyújtanak nekünk abban, hogy megértsük, miként formálódnak és fejlődnek a csillagok. Ha a kettős csillagok ennyire hétköznapiak, hogy mi csupán egy napot látunk odafent, és nem kettőt? A csillagászok mindig is úgy vélték, hogy a nap egykeként született. Ám bizonyos új nyomok azt sugallják, hogy ezt is rosszul gondoljuk. Sara Sandovoy, a Harvard csillagásza, a csillagbölcsőket tanulmányozza. Ezek azok a gigantikus gázfelhők, melyekben mind a mai napig zajlik a csillagok születése. Azt szeretnénk kideríteni, hogyan keletkeznek a csillagok, a bolygók és a belőlük felépülő rendszerek. Ez egy hosszú folyamat, úgyhogy több különböző fázist kell megfigyelés alatt tartani, hogy kiderítsük, mi zajlik az egyes lépések során. Sara elsődleges célpontja a Perseus felhő. Ez a gigantikus gáz és porhalmaz termékeny talaj a naphoz hasonló csillagok fejlődéséhez. A Perseus molekuláris felhő ideális terep a csillagképződés tanulmányozásához. Közel van, hiszen alig 750 fényév választ el tőle minket. Ez egészen kis távolság, kifejezetten aktív felhő, amelyben sok számunkra fontos folyamat zajlik. Ráadásul az itt keletkező csillagok hasonlítanak a mi napunkhoz. A Perseus felhő mélyén a csillagok a legsűrűbb foltok közepén jönnek világra. Sara csak gubóknak nevezi ezeket a területeket. A világ egyik legerősebb távcsöve a Hawaii-szigetén működő James Clark Maxwell teleszkóp segítségével próbálja feltárni a gubók titkait. Ez egy portérkép, amely azt jelzi, hol koncentrálódik a por. A három színkód a por különböző hőmérsékletét jelzi. A vörös szín a hűvösebb, a kék a melegebb porra utal. Itt láthatók a kis gubók, melyekben a legújabb csillagok keletkeznek. A méretek érzékeltetéséhez csak annyi, hogy a teljes naprendszer elférne egy ilyen gubóban. Miután Sara feltérképezte a felhőt, az Új-Mexikóban található VLA rádiótávcsövek segítségét veszi igénybe. Betekint a gubókba, hogy kiderítse, melyikben növekszik egy és melyikben két csillag. Megfigyeléseket végeztem a Perseus felhő fiatal csillagait illetően, és az adatokat összevetettem a sűrű magban, azaz a gubókban zajló folyamatokkal, a csillagképződés állapotával. A fekete szín a magra utal, vagyis arra a helyre, ahol a por található. És itt vannak ezek a fehér színnel jelzett, megcímkézett pontok. Itt találtunk rá a fiatal csillagokra. Sara döbbenetes következtetésre jutott. A Perseus felhőbe mélyedve a csillagok szülőszobája nyílik meg előttünk. A felhő sűrűjében egy különös babformájú gázgubó rejtőzik, benne pedig egy újszülött csillag. Ám nincs egyedül a bölcsőjében. Egy másik titokzatos égitest is mocorog a ködben. Ez egy társcsillag. A közös keltető fészekben táncoló ikerpár nem egyedülálló jelenség. Ha mindegyik gubót felnyithatnánk, azt tapasztalnánk, hogy nincs olyan naphoz hasonló csillag, mely magányosan kezdené hosszú életútját. Sara megfigyelésének eredménye lélegzetelállító. Ha elfogadjuk, hogy minden napszerű égitest társcsillaggal együtt születik, akkor a mi csillagunknak is lehetett ikertestvére.
A modellezések alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy minden e-féle csillag párban születik. Mindegyiküknek van társa a kezdeti szakaszban. A naprendszer esetén valami történt, így a nap már egyedül uralja az eget. A vizsgálatok azt mutatták, hogy kivétel nélkül minden egyes napszerű csillag kettős rendszerben jött létre. A mi napunknak azonban már nincs társ csillaga. Két csillag ragyogása a naprendszerben. Úgy hangzik, mint egy sci-fi. Elképzelhető, hogy a Föld, és talán még az élőlények is megtapasztalhatták, milyen két nap melegét érezni. Sajnos erre eléggé kicsi az esély. Ha a nap egy kettős rendszer egyik résztvevője lett volna, feltehetően minden másképp alakul. Nem tudni, akkor lenne élet ezen a bolygón, sőt, egyáltalán létezne a Föld. Noha bolygók társcsillagok körül is keringhetnek, a Föld minden bizonnyal egészen másféle hely lenne, ha a napnak ikertestvére volna. A két csillagból érkező hő ropogósra sütötte volna az ifjú Földet. Az óceánok egyszerűen felfornak, a légkör maróan savassá válik. A felszíni hőmérséklet az egekbe szökik. Az élet általunk ismert formája lehetetlenné válna ezen a forró, mérgező bolygón. A kettős csillagokkal teli égboltot fürkészve úgy tűnik, a mi kis kék bolygónknak nagy mázlia lehetett. Ha ez mind igaz, hogyan vesztettük el a társcsillagot? Elképzelhető, hogy a nap kialakulása körüli zavaros időkben történt. Az egyik lehetséges forgatókönyv szerint már a csillagbölcsőben eldőlt minden. Több mint 4,5 milliárd évvel ezelőtt egy hatalmas felhőn belül több száz gigantikus szülőgubóban zajlott a csillagok keletkezése. Az egyikükben pedig ott lapult a mi frissen létrejött, még újszülöttnek számító napunk is. Amint méltóság teljesen előbukkant a csillagporból, hamarosan egy másik csillag is feltűnt mellette, az Iker párja. Ám ekkor egy roppant nagy gubó húzott el mellettük, mely óriási gravitációs vonzásával elszakította a naptól a párját, kirángatta a kozmikus bölcsőjéből, hogy az űr végtelenjébe vesszen. Ez a legvalószínűbb magyarázat. A napnak is volt társcsillaga, ám elváltak az útjaik. A galaxis két teljesen eltérő pontjára sodródtak. Mostanra sok-sok millió kilométer választja el őket egymástól. Nincs mód arra, hogy megmondjuk, az égbolt melyik csillaga volt a naptársa. Igen valószínű, hogy soha többé nem fogjuk viszont látni. Az a csillag, amely egykor a nappal együtt járta a táncát, mára a galaxis túlsó végébe is eljuthatott. A csillagászok lépésről lépésre írják újra saját csillagunk, a nap születésének történetét. De mi a helyzet a bolygókkal? Az ő múltjuk is hasonló titkokat rejteget? Nem olyan egyszerű a képlet, hogy kezdetben volt 8 bolygó, és ma is ugyanezek keringenek a nap körül. A naprendszer keletkezésének idején egészen más képet mutatott, mint ma. Egy ritka ásvány segítségével talán azt is megtudjuk, miként vált a Föld ideális helyszínné az élet kialakulásához. A Föld nevű bolygó kellemes meleget biztosít, hisz pont kellő távolságban kering a naptól. A planéta mérete pont megfelelő ahhoz, hogy a gravitáció segítségével atmoszféra alakuljon ki körülötte. Az óceánok pedig folyékony vízzel fedik el a felszín igen tekintélyes részét. Számunkra ez maga a paradicsom. De vajon hány ehhez hasonló világ létezik az űrben? A tudósok távoli csillagokat kezdtek el figyelni, abban bízva, hogy ugyanilyen meleg és nedves bolygókra akadjanak. Az eredmény őket is megdöbbentette. Abban a sávban, ahol a Föld helyezkedik el a naprendszeren belül, másutt egészen eltérő bolygók keringenek. Ha körülnézünk a galaxisunkban, azt látjuk, hogy a leggyakoribb efféle planéta az úgynevezett szuperföld. Ez az elnevezés olyan bolygóra utal, melynek tömege 3-szor, 5-szor akkora, mint a Földé. Bármilyen hihetetlen, de pont ez a leggyakoribb típus az egész világegyetemben. Ám a naprendszerben ma egyetlen ilyen szuperföldet sem találni. Vajon hová tűntek?
A szuperföldek gyakran bukkannak fel napszerű csillagok körül. Olyannyira, hogy a csillagászok szerint az ősi naprendszerben is előfordulhattak ilyen égi testek. Ezek a rég elveszett világok feltehetően a nap közelében keringtek. Ez pedig azzal járt, hogy felszínüket forró, megolvadt kőzet borította. Ma azonban már egyetlen szuperföld sem rója útját a naprendszerben. Ha azonban egykor itt voltak velünk, akkor hová tűntek? Miként vette át helyüket a Föld és a többi kőzet bolygó? A választ a naprendszer korai időszakában tapasztalható káoszban kell keresnünk. Az újszülött bolygók ekkor egymással viaskodva keresték helyüket a kozmoszban. Ezek az égitestek mind különböző pályán haladtak, de gyakran megesett, hogy keresztezték egymás útját, így aztán az ütközések is gyakoriak voltak. Nem úgy nézett ki, mint egy körverseny, inkább roncsderbihez hasonlított. Egyes planéták minden bizonnyal kilökődtek a naprendszerből, mások egyszerűen beleszáguldottak a napba. Talán a legendás szuperföldek is így módon semmisültek meg? Egy új elmélet szerint a naprendszer legnagyobb bolygója, a Jupiter lehet a felelős azért, hogy a szuperföldeket utolérte végzetük. A Jupiter ma a naptól 800 millió kilométerre kering. Ám a rendszer kialakulásának idején egyre beljebb húzódott, egyenesen a szuperföldek felé. Ez a pályaív kozmikus karambolokhoz vezetett. Ismerünk olyan csillagrendszereket, melyekben az óriás bolygók hasonlóképp vándorolnak, ezért gondoljuk azt, hogy a naprendszerben is így történhetett. Íme az elmélet. 4,5 milliárd éve a Jupiter a fiatal naprendszer középpontja felé tartott. Hatalmas gravitációjával magához rántotta a formálódóban lévő kisebb bolygókat, majd hóekeként tolta őket maga előtt a nap felé. Így halmozódott fel a gigantikus mennyiségű törmelék. Ez a nagy halom találkozott össze a szuperföldekkel, és eltérítette őket pályájukról. Végül egymásnak ütköztek, hatalmas káoszt okozva. A végeredmény a szuperföldek teljes megsemmisülése lett, miközben kozmikus senki földjét hagytak hátra maguk után. Valóban a Jupiter lenne a felelős a szuperföldek pusztulásáért? Svájcban Farang Nabi annak bizonyítékait kutatja, hogy egykor valóban léteztek ilyen planéták a naprendszerben. A tudós az Almahatasita meteorit egy kis töredékét tanulmányozza. Ez a 80 tonnás kőzetdarab a núbiai sivatag fölött robbant szét Szudán területén. Ez a ritka képződmény a feltevések szerint a naprendszer létrejöttével egyidős. Talán öregebb, mint maga a Föld. A parányi csillogókövek arról is árulkodnak, hol keletkezett ez a meteorit. Ez a minta a kőmeteoritok közé tartozik, vagyis jellemzően kőzetek adják az anyagát. Az egyik jellegzetessége, hogy gyémántok találhatók benne. A gyémánt keletkezéséhez nagyon nagy nyomás kell, így csak is egy bolygó mélyéről származhatnak. Efféle gyémánt szerkezetek nem jöhetnek létre kis aszteroidákon. Az ehhez szükséges nyomás csak is egy bolygó méretű égitesten áll rendelkezésre. Mindez pedig azt jelenti, hogy ez a meteorit egy valaha létezett, de már elpusztult planéta darabkája. Ha egy meteoritban gyémántra bukkanunk, akkor az a kőzet valamikor magas hőmérséklet és nagy nyomás alatt állt. Ez pedig csak egy égitest belsejében léphet fel. Ha ez a bizonyos objektum például egy óriási ütközésben darabokra hullik, a gyémántok egy aszteroida részeként utazhatnak tovább. Ezek a gyémántok a rég elveszett szuperföldek nyomait őrzik. Farang bekukkant a drága kövek belsejébe, hogy megpróbálja kideríteni, miféle planétáról származhatnak.
A gyémántok képződésük során ásványi anyagokat ejtenek csapdába az úgynevezett zárványokban. Olyasmi ez, mint amikor egy kis vízbe egy kavicsot ejtünk, aztán megfagyasztjuk. Szeretnénk kivágni ezeket a gyémántokat, hogy a zárványok tanulmányozása által minél több információt szerezzünk az ősi bolygóról. Az egyes ásványok más-más nyomás mellett képződnek. Ha a farangnak sikerül azonosítani a gyémántok belsejében rekedt anyagokat, tudni fogja, mekkora planétáról származnak. Ám akad némi gond. Az ásványi szemcsék parányiak, az átmérőjük akkora, mint egy hajszálé. Szerencsére a kutató használhat egy sok millió dollárt érő mikroszkópot, az egyik legfejlettebb rendszert az egész világon. Ez itt a transzmissziós elektronmikroszkóp. A működési elve hasonló a biológiai mikroszkópéhoz, csak hogy itt fény helyett elektronok hatolnak át a mintán. Itt van az anyag, amelyet most fogunk megvizsgálni. Néhány perc múlva megszületik az eredmény, mely meglepetést is tartogat. Egy nagyjából Merkur-Mars méret lehet akkora a nyomás, hogy ilyen gyémántzárványok keletkezhessenek. Ez a kőzet tehát feltételezhetően nem egy szuperföldről származik. Lehet, hogy a kérdéses bolygót a Jupiter aprította fel előre nyomulása során? A meteorit összetételének jellegzetességei arra utalnak, hogy valahol a Jupiter közelében keletkezhetett, méghozzá a belső, a nap felé eső oldalon. Farang egyedülálló elemzése igazolta, hogy a naprendszer legalább egy elveszett bolygót tudhat magáénak. A titokzatos szuperföldek létezéséről szóló bizonyíték még várat magára. Ha valóban voltak ilyen bolygók, az felvet egy fontos kérdést. Miként foglalta el helyüket a Föld és a többi kőzet bolygó? A Jupiter lassan távolodni kezdett a naptól, miután 100 000 évig tartó káoszt okozott a naprendszerben. Komoly pusztítást hagyott hátra maga mögött. A szuperföldek odavesztek, a nap elégette őket. De a Jupiter által felhalmozott kozmikus törmelék lassan rendeződni kezdett. A kavalkádban kőzett darabok ütköztek és olvadtak össze, hogy lassan új planéták képződjenek. A Merkur, a Vénusz és a Föld. Egyikük sem lett olyan nagy, mint elődeik, a szuperföldek, ám mégis ezek a kőgolyók alkotják a ma ismert naprendszer lelkét. Mindez a Jupiternek köszönhető, mivel a végzetbe taszította az errefelé keringő égitestek első generációját. Mindez egyelőre csupán egy elmélet, ám könnyen lehet, hogy a Jupiternek nem csak azért lehetünk hálásak, mert eltakarította az útból a szuperföldeket. A lábunk alatt húzódó kőzet is a nagy háború emlékét őrizheti. Ütközések egész sorozata révén egyes bolygók elhagyták a naprendszert, mások belerepültek a csillagunkba. Ennek végeredménye az a helyzet, hogy a Föld minden bizonnyal a szuperföldek és más, darabokra tört égitestek, protobolygók anyagából épül fel. A Jupiter olyan távolinak tűnik, nem gondolnánk, hogy bármilyen hatást gyakorolna az életünkre. Ha belegondolunk, talán neki köszönhetjük, hogy egyáltalán létezik az otthonunk. A Jupiter igen jelentősen befolyásolja a naprendszer történelmét. Új bolygókat alkotott. Mi is csak miatta lehetünk most itt. Ha akkor több milliárd éve a Jupiter nem indul meg a naprendszer középpontja felé, ma minden egészen másképp néz neki. Talán inkább egy szomszédos rendszerre hasonlítana, ahol a Föld helyén egy szuperföld kering. Belegondolni is szédítő, mennyi mindennek kellett megtörténnie ahhoz, hogy létezhessen a Föld és rajta az élet. A tudósok újraírják a naprendszer történetének egyes fejezeteit. Az óriás csillag burkán belül születő naptól egy arra elhaladó gubó szakította el Iker testvérét. Az elsőként kialakult kőzetbolygók mára szinte nyomtalanul eltűntek. Helyüket kisebb égitestek foglalták el. Ezek egyike a mi bolygónk. Meglehet, hogy ezen különleges eseményeknek mind meg kellett történniük ahhoz, hogy létrejöhessen a Föld.
pont megfelelő méretben a naptól ideális távolságra ahhoz, hogy kialakuljon rajta az élet. Ám ehhez még egy utolsó, igen fontos lépés hiányzott. A bolygót el kellett árasztani vízzel. A Föld különleges égitest. A naprendszer bolygói közül az egyetlen, ahol folyékony víz található a felszínen. Csak itt esik víz az égből eső formájában, hogy táplálja a talajt, otthont adva az élet megannyi formájának. A Föld felszínét javarészt víz borítja. A vicces az, hogy nem tudjuk, honnan is származik. Jelenlegi tudásunk szerint csak a Földön található élet. Minden élőlénynek szüksége van valamennyi vízre. A víz az élet alapvető feltétele. A víz alakította a Föld domborzatát, megfelelő környezetet teremtve az életformák számára. Az életünk több szálon és szorosabban kötődik a vízhez, mint azt gondolnánk. Honnan tett szert a Föld ilyen rengeteg vízre? A tudósok évtizedeken át úgy vélték, hogy a bolygó kezdetben száraz volt, csak szilárd anyagok alkották. A víz csak később érkezett, minden bizonnyal a becsapódó aszteroidák és üstökösök testében. Régóta foglalkoztat minket a kérdés, honnan származik az itt lévő víz. Úgy gondoltuk, aszteroidák és üstökösök szállították, és ez részben igaz. Új bizonyítékok azonban arra utalnak, hogy a szárazföld elmélete alapjaiban lehet téves. Steve Jacobsen geofizikus meggyőződése, hogy a bolygót alkotó kőzeteknek már eleve volt nedvességtartalmuk. Ráadásul az ősi víz jelentős része még ma is elzártan pihen a Föld mélyén. Steve annak szentelte pályafutását, hogy igazolja ezt a különös elméletet. A bolygóköpeny egy mély rétegét az úgynevezett átmeneti övet tanulmányozza, mely mintegy 600 kilométerrel a felszín alatt húzódik. A Föld egy olyan rétegét vizsgálom, amit nem kereshetek fel, hisz túlságosan mélyen van. Nem könnyű a geológus feladata akkor, ha nem végezhet terepmunkát. Steve úgy véli, a köpenye rétegében nagy mennyiségben fordul elő egy ringwoodit nevű ritka ásvány. Ez az anyag szivacsként viselkedett a Föld keletkezésének idején, magába szívta az ősi vizet. Akár még az is elképzelhető, hogy a ringwoodit zónája több vizet tartalmaz, mint a teljes felszíni készlet. A kutató szerint akkor keletkezik ringwoodit, amikor az olivin nevű gyakori kőzet nagyon nagy nyomásnak lesz kitéve. Pont úgy, ahogyan az a Föld belsejében történik. A ringwoodit legérdekesebb tulajdonsága, hogy képes tárolni a hidrogént és az oxigént, vagyis a víz alkotó elemeit. Steve arra kíváncsi, mennyi vizet őrizhet magában a Föld teljes ringwoodit készlete. Ennek felmérése során vizet ad a porrázózott olivinhez. A mintát most egy wolfram karbidból készített kis egység közepére helyezzük. Ez fogja átadni a présből származó erőhatást a mintának. A tudós akkora nyomásnak teszi ki az anyagot, amekkora az átmeneti övben uralkodik. Ez 300 000-szerese a felszínen tapasztalható nyomásnak. Ahogy a vízből jég lesz, ha megváltoztatjuk a hőmérsékletet, ugyanúgy a nyomás változása mellett az ásványok is átalakulhatnak. Az 1000 tonnás hidraulikus prés mikroszkopikus ringwoodit szemcsékké változtatja az olivin mintát. Ami kikerül a présből, az többé már nem lesz olivin, hisz ringwoodit keletkezett belőle. Hogy ez az új anyag magába szívta-e a mintához hozzáadott vizet vagy sem, azt a következő lépésben tudjuk kideríteni. A minta elkészült, most azt kell megtudni, mennyi vizet tartalmaz az anyag. Steve spektroszkópba helyezi a ringwooditot, és lézersugárral világítja át, hogy felkutassa a parányi, kékszínű kristályban csapdába esett vizet.
Amikor a lézerek hatására megváltozik a nyomás és a hőmérséklet, a víz láthatóvá válik a ringúdítban. De vajon mennyi víz rejtőzik ebben a kőzetben? A mérések alapján rengeteg vízről van szó. Ez a csúcs azt mutatja, hogy a kristályok tömegének 1-2%-át víz alkotja. 2% talán nem tűnik soknak, ám igen tekintélyes mennyiségű ringvudit található a föld mélyén. Feltéve, hogy a földköpenyben lévő ringvudit mindenütt ennyi vizet rejt magában, az óceánok vízkészletének 3-4-szereséről beszélünk. Steve biztosra veszi, hogy ez az eldugott víz egyidős a bolygóval. Ez pedig azt jelenti, hogy a Föld nedvesnek született. Túl sok víz ez ahhoz képest, ami a későbbi földtörténeti korok során rakódhatott volna le, sokkal valószínűbb, hogy már a kezdetektől fogva jelen volt az égitesten. Steve teóriája nyomán a tudósok megírhatják a Föld óceánjainak vadonatúj eredet történetét, mely szerint a bolygó hatalmas medencéit az alulról és felülről érkező víz együttesen töltötte fel. Mintegy 4,4 millió évvel ezelőtt, amikor az ifjú Föld még kietlen volt és kopár, 600 kilométerrel a felső kéreg alatt a ringvudit széles rétege húzódott. A kristályok elegendő vizet tartalmaztak ahhoz, hogy sokszorosan megtöltsék a tengerek medencéit. A bolygó magja felül érkező hő felfelé nyomta a kristályokat, melyek megolvadtak, a víz pedig kiszabadult fogságából. A felforrósodott kőzet magmaként érte el a felszínt, kirobbant a talajból. A vízgőz kicsapódott, és eső formájában esett vissza a földre, lassan feltöltve a formálódó óceánokat. A Föld vízkészletének legnagyobb része nem is a felszínen, hanem a köpenybe zárva található. Ezt pár éve még nem is sejtettük, de most már tudjuk. A felfedezés megváltoztatja a víz eredetéről fennálló elképzeléseinket. Mindig ott a lehetőség, hogy egy új megfigyelés rávilágít a tévedéseinkre. Ha a földi vízkészlet eredete legalább részben belső tényezőkre vezethető vissza, és nem a rengeteg üstökös becsapódásából származik, már is könnyebb helyzetben vagyunk. Nagyon tetszik, hogy egyre másra derülnek ki ezek a titkok. Olyan sok szeletét nem ismerjük a valóságnak. Régóta tudjuk, milyen fontos a víz az élet szempontjából, ám az csak most vált ismerté, hogy hatalmas mennyiségű víztartalék rejtőzhet, messze a felszín alatt, kőzetekbe zárva. Ha kiderül, hogy a Földhöz hasonló kőzetbolygók keletkezésük óta magukban hordozzák a vizet, akkor sokkal több jó vízellátottságú planéta létezhet, mint azt valaha is gondoltuk. A tudósok lépésről lépésre haladva írják újra a naprendszer történetét. Ám a technológia fejlődik, így folyamatosan születnek új ötletek. Vajon mikor fogjuk legközelebb átértékelni az ismereteinket, hogy aztán újra és újra megtegyük? Épp ez az izgalmas a tudományban. Mindig előbukkanhat egy új elképzelés, mely addig elképzelhetetlen irányba terel minket. Minden új megfigyelés, minden felfedezés arra ösztökél, hogy visszatekintsünk, és a friss tudással felvértezve nézzük át, mi az, amit helyesen gondoltunk, és mennyire igaz mindaz, amit eddig annak hittünk. A tudományos feltételezések alapja az, hogy szétszincáljuk a létező elméleteket, minden apró részletüket megvizsgáljuk, próbálunk részt találni rajtuk. Ilyenkor alkothatunk olyan radikálisan új teóriákat, melyek képesek kitágítani a valóságról alkotott összképünket. A naprendszer születésének történetét újra és újra felül kell vizsgálni, hiszen ez a mi történetünk is egyben. Minél jobban és teljesebben ismerjük, annál könnyebb megértenünk, hol a helyünk az univerzumban. Narrátor Vári Attila. Munkatársak: Bertalan György, Lerner Balázs, Lajtai Erzsébet, Szabó Péter, Kerényi Kata. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Master Film Digital készítette.